Jó napot! Mit adhatok? Vannak alkatrészei pneumatikus rendszerhez? Hogyne? Ahhoz rengeteg alkatrészünk van. Fiú, gyere ide! A droid kírja, hogy mi kell. Mi tartott ennyi ideig? Beállítottam két érzékelőt. Maradj itt, amíg én kiszolgálom a technikust. Fáradjon csak utánam. Lesz itt minden, ami kell. Tesztelj majd egy operátor droidot. Te operátor vagy? Mi? Hát operátor. A technikusok mesélnek mindig az operátorokról. Azok a legszegényebb lények a világon. Pedig dolgoznak, ha igaz. Furcsa kisfiú vagy. Honnan tudsz ennyi mindent? Hallgatom, amit a gépbeállítók meg a technikusok mesélnek. Én is technikus vagyok, és egyszer majd lesz szerszámkészletem. Technikus vagy? Mindig is az voltam. Mikor jöttél ebbe a gyárba? Kiskoromban. 3 évesen, ha igaz. Felvettek anyámmal együtt. De anyám közben kilépett. Operátor vagy? Ember vagyok, és Anakin a nevem. Ne haragudj. Idegen vagyok itt. Még sosem jártam ebben a gyárban. Ne te szalad el! Hé, üss az orrára! Pneumatikus rendszer. Szerencséd van. Máshol nem is találsz ilyet. De olcsóbban kijönnél, ha vennél egy új gyárat. Erről jut eszembe. Mivel akarsz fizetni az alkatrészekért? Van 20 000 Erzsébet utalványom. Erzsébet utalvány. Nálunk az Erzsébet utalvány habatkát sem ér. Igazi pénz vagy. Nincs nálam más, de az utalvány megteszi. Nem, ha mondom. Elfogadod az utalványt. Nem fogadom el. Igazgatónak képzeled magad, hogy itt integetsz nekem? Nem targoncás vagyok, rám nem hat az elmetrük, csak a pénz. Ha nincs pénz, nincs áru, nincs üzlet. És pneumatikus rendszert nem kapsz máshol, arra mérget vehetsz.